szövegem címe, nagyon kreatívan, a generáció. 1988 nyara, a szocializmus bukásának hajnala. Én vagyok az úgynevezett X generáció terméke. A szüleimnek, hát egy közepesen sikerült részeg estéje. Az év, mikor még nem tudta senki, hogy a kisfiúból mi lesz. És igen, ez az az év is, amikor megalakult a Fidesz. A felmenőink, mikor magukba inhalálták a szabadságot, technokol és higítószagú volt. De mi már jókorba születtünk. Nekünk már itt van a Kati, a Gina, a Herka, a Kóla, az Amfetamin, a Laszti, az LSD, a Meszkolin, a Speed, a Ganja, a Crack, a Spice, a Rás, a Gomba, az Eki. A Kristály, a Morfium, a Kodein, a Ketamin, a Bélyeg, a Hasis, na meg az a piszkos Herbál. És olyan korán nyúltok a szerhez, hogy ahova bevisznek túladagoláskor, az az a Heim Pál. Szóval nem volt könnyű gyereknek lenni. Ha tetszett lány, akkor meghúztam a haját, mert még nem tudtam lájkolni az Instagram oldalát. Mikor még égettük a gyertya mind a két végét, és a keddeket is úgy éltük meg, mint a hétvégét. Nem volt hipster vagy emo, csak bőgatya meg full cap, amitől el is hittük magunkról, hogy mi lehetünk a vaníliás Tupac. A generációm számára a barátság szent. Mert ez még akkor is tart, amikor az összes többi kapcsolat már tönkrement. A korosztályom identitására nincs jó hatással a rendszer. A családom például magyar, de van pár szlovák meg bolgár rokon, így legalább megszólítva érezhetem magamat a bevándorlós kormányplakátokon. A szociológusok szerint az Y generációhoz tartozom. Te jó ég, egy Y, egy ismeretlen. Én vagyok a matek érettségi kréme. És nem a sármom, csak a másodfogú egyenleteim kényszerítik a tini lányokat térdre. Lassan mi leszünk a bácsik meg a nénik, mert amit ti retro zenétek hívtok, na mi azt valós időben hallgattuk végig. A vastfüggönyt már mi sem láttuk. Utazhatunk bárhová, úgy, hogy nem jön utánunk az ávó. És itt a nyár, vár ránk Sydney meg Rio. Ó, jó, cio. Emigráció. Nem. Csak ha nem tetszik, meg lehet javítani, kérem. Együtt élhet itt idős, fiatal, különböző gondolkodással, különböző korokból. Ha segítjük egymást, és nem csak gáncsoljuk, mint Balogh Józsefet a vakkomondor. A politika megoszt. Te lájkolsz, eszel, fotózol, nyaralsz, fotózol, cuki kiskutyád van, fotózol, ha gyereked van, akkor meg nagyon-nagyon fotózol. Mindezt azért, hogy érezhess, része vagy a rendszernek. Egy porszem, egy mit eszel? Mert még a hazugság is, a Facebookon az lehetsz, amit kiteszel. Kapcsolj ki, legalább néha. Nem lesz nehéz, én is megtettem. #generációm, #slam. Yeah!